Ha azt mondják neked, hogy nincs transzcendens vonatkoztatási pont, nincs semmi ezen a világon túl, minden, ami van, az csak anyag és a mozgás, ostobán összedobált dolgok, a semmiből jöttünk, sehová se tartunk. Ez nyilván komoly vihart kelt a szívben és a lélekben. Az egyházon belüli folyamatos lelkiválságot elsőként a fiatalok sínylik meg, magyarázta Robert Barron, amerikai püspök. Az immanencia, a materializmus és a szekularizmus, amely a nyugati világ nagy részén eluralkodott, nem csak rengeteg szorongást és depressziót okoz a fiatalok körében, hanem olyan kiteljesedés utáni vágyakozást is, amelyet a világ nem tud biztosítani. Szent Ágostontól és a Bibliából tudjuk, hogy a szív vágyakozik Isten után. Az éhes szívet semmi sem elégítheti ki ezen a világon. Egy ideig becsaphatod magad, és ez sok fiatallal megtörténik. Elég pénz, az élvezetek és az evilági hatalom majd boldoggá tesz, de a szív másképp látja, és lázadni fog az ilyen immanencia ellen. A püspök úr hangsúlyozta, hogy az ember elkerülhetetlen és szüntelen cél és kiteljesedés keresése során az Istentől való elszakadásunkból fakadó oldhatatlan szomjúságot próbáljuk csillapítani mindennel, ami az utunkba kerül. Ezek a régi bálványok. Benne vannak a Bibliában. A szex, a gyönyör, a hatalom, a hírnév, az önbecsülés. Kitöltjük az üres helyeket bármivel, amit a világ adhat nekünk. A probléma az, ahogyan keresztes Szent János mondta, hogy mély üregek vannak bennünk. És így nem számít, hogy mennyit dobunk bele ezekbe az üregekbe, nem fogjuk megtölteni azokat. Csak Isten, a végtelen töltheti be őket. Hangsúlyozva annak szükségességét, hogy az egyház bátran álljon az elsősorban, a társadalomtól való félelem nélkül hirdetve a hit higítatlan igazságait a fiataloknak. Az amerikai püspök azzal érvelt, hogy a fiatalok manapság magas tudományos fokozatokat szereznek, tehát nagyon is képesek megérteni az olyan teológiai témákat, mint a lelkiség. A fiatalokat intellektuálisan és erkölcsileg kihívások elé kell állítanunk. Adjunk nekik valamit, amiért harcolhatnak, valami érdemlegeset, amin elgondolkodhatnak, és akkor majd tudni fogják, hogy mit képviselnek, és harcolni fognak érte. Barron püspök nemrégiben tett római látogatása során hálaadó szentmisét celebrált Paul Murray atya, lelkiség teológia professzor tiszteletére, aki 3 évtizedes tanítás után távozik az Angelicum pápai egyetemről. Murray atyának mondott köszöntőjében Barron püspök méltatta a lelkiség teológusként végzett munkásságát, hangsúlyozva a kegyelem központi szerepét tanításaiban és írásaiban, amelyek értékes betekintést nyújtanak a lelki életbe. A domonkos hagyomány nagyra értékeli azt, hogy Isten mind a metafizikai, mind a lelki rendekben kezdeményező szerepet tölt be. Jóval azelőtt, hogy egyáltalán késztetést éreznénk arra, hogy Istenhez forduljunk, Isten, hangsúlyozza a domonkos hagyomány, már cselekszik bennünk. Az Isten iránti vele született vágyakozásunkról elmélkedve, Barron püspök Murray atyához hasonlóan megerősítette, hogy bár mi keressük Istent, mindig is ő keresett minket először. Isten féktelen szeretetével folyamatosan kopogtat mindannyiunk szívében. Szienai Szent Katalin e felismerésből kiindulva magyarázza egyik imájában. Ó, örökkévaló, végtelen Isten! Ó, eszeveszett szerető! Valóban szükséged van teremtményedre. Nekem úgy tűnik, igen, mert úgy viselkedsz, mintha nem tudnál nélküle élni. Akkor miért vagy olyan eszeveszett? 3 évtizedes tanári tapasztalata mellett Murray atya sokaknak, köztük Teréz anyának, a szeretett misszionáriusai alapítójának lelki vezetőjeként is szolgált. Egy a Szentel Indiában folytatott beszélgetését felidézve, Murray atya bepillantást engedett a szent belső gondolataiba, amelyek Isten szeretetünkre való törekvése körül forogtak. Emlékszem, egy nap sok évvel ezelőtt felém fordult Kalkuttában, és megjegyezte, Isten hatalmas, transzcendens, teljhatalmú, mindenható, és én ezt megértem, mert én olyan kicsi vagyok. De hogy Isten kicsivé vált, és hogy szomjazza a szeretetemet, könyörög érte, azt nem tudom megérteni. Nem tudom megérteni. Elég, ha csak félig vagyunk éberek az életben és az imádságban, magyarázta Murray atya, akkor előbb-utóbb mindannyian hallani fogjuk, hogy Isten kopogtat a szívünk ajtaján, de nem úgy, mint egy komor dogmatikus, aki elítélni jött minket, hanem mint egy szerelmes, aki szerelme szívét keresi. Azonban az, hogy kinyissuk az ajtót Isten előtt, nem kevés bátorságot igényel. Félünk attól, hogy mit veszíthetünk, mit követelhetnek tőlünk.
de ha belegondolunk az összes általunk ismert hívő férfi és nő, és hagyományunk összes szentje, újra és újra elmondja nekünk, hogy nincs okunk félni. Az Úr, aki kopogtat a szívünkön, az Úr, aki eljött meglátogatni minket az éjszakában, elképzelhetetlen áldást hoz magával. De távolról sem fenyegetés, amit a kopogtatás gyakorlatban jelent. Ez nem más, mint hívás a szabadságra és az örömre, meghívás az Istennel való bensőséges életre, amely túlmutat legmerészebb álmainkon is. Nincs okunk félni.